Az alapítók. Egykor külszíni fejtéssel bányáztak itt, és haladtak egyre feljebb a csúcsok felé, ércért, ásványért és szénért. Ma a bányászat emlékei már csak a város múzeumában találhatók. Az egykori bányásztelepülés alaposan megváltozott. Szállodák, fogadók sora épült, a város mai lakói szinte kivétel nélkül az idegenforgalomból élnek, és lesik a turisták kívánságait. Nyáron a Tour de France a legnagyobb látványosság. 300 ezer ember fordul meg itt, hiszen ez az egyik legnehezebb szakasza a versenynek. 1850 méter magasra kell felkerekezniük a versenyzőknek, ilyen magasan épült a mai Alpe d'Huez. A mindössze 1500 lakosú városban gond nélkül talál még ennyi ember is szállást és szórakozási lehetőséget. Télen 220 km kijelölt sípálya várja a turistákat, kiket az egész várost behálózó 87 felvonóból álló rendszer szinte a szálloda kapujából repít a magasságokba.
A sportcsarnok. A legkülönfélébb teremben űzhető sportok közül választhatnak a síbélettel rendelkező turisták. Ezekért a szolgáltatásokért ugyanis a bérlettel rendelkezőknek nem kell külön fizetni. Chante pour moi dans cette nuit de rêve, blotti tout près de toi, la douceur de ta voix vient bercer mon émoi. Chante, chante pour moi quand ta chanson s'élève, tout paraît à mes yeux plus beau, plus merveilleux.